Nos, jó reggelt mindenkinek, ha reggel lenne, de még mindig este játszom, szóval folytatnánk a sztorit, még mindig az a lényeg, hogy rohadt hangos minden. Azt hiszem ez a legmegnyugtatóbb zene az Alieneken belül. Jó van. Na, annyi a rövid lényeg, hogy igen, haladunk most már. Remélhetőleg lassan tényleg a játék vége felem. És még mindig ott tartunk, hát, hogy csapdába kell ejteni az Alien-t. Halál biztos vagyok, hogy ott nem fog véget érni a sztori, biztos, hogy van valami gigszer rég, és nem tudom miért mondom ezt, de hát valószínűleg nem lesz olyan egyszerű, mint amilyennek látszik. Úgyhogy ott tartunk, hogy az Alien követ minket az adott helyszín felé, az is a lényeg. És megpróbáljuk elkapni és bezárni az Alien-t. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz, addig egyelőre nem tudom, hogy igyekszem megtalálni az utat. Ami értelmszerűen erre van. Ja, jó van. Akik még mindig úgy idegenek az Alien sorozatban, meg tényleg érdemes megnézni a filmeket. Mint mondtam, talán az első rész az talán kicsit rontatott, de nem olyan, mint a mai filmes. Aha. Szóval ez a laboróval tartjuk, ez külön tudja válni, külön tud válni a főállomástól. Szóval értem már, az a lényeg, hogy becsaljuk egy keletrezbe, ez kilőjük az őrbe. Szóval azt kell csinálni. Szóval ugye az első rész az nem annyira durva, mint a mai horror filmek, hogy így hozzádob akcióról akcióra mindent, inkább egy nagyon mai napra leírva, tehát így 21. századra leírva, ezt most már thrillernek hívnánk, nem horrornak, akkoriban ez horror volt. A második rész az tovább kibontakoztatja az elemeket arról a bolygóról, amit láthattatok eddig. Ja, mert arra a bolygóra végül beköltöznek az emberek, kolonizálják, és a többi, és a többi. És persze nem tudva azt, hogy az űrhajó ott van, de hát aztán a Weyland Yutani Corporation tudta, hogy ott van az űrhajó, és tudta, hogy mi van, és mégis odaengedte az embereket beköltözni. Persze ez igazából nem derül ki, csak sejtetik a filmből. Úgyhogy ja, most nagyon spoiler ez a másik rész, ugye többet nem mondok róla. Nagyon durván jó, tehát a másik rész masszívan megállja a helyét a mai 21. századi filmvilágban, mint technika, mint látvány terén. Egy látvány orgia és izgalmi orgia is egyben nagyon-nagyon jó. Bolygó neve Halál, az a másik rész. És a harmadik rész, hát, hogy is mondjam, kicsit vissza akartak vele hajazni az első részhez, szóval kicsit lassabbra fogták a tempót és ijesztőbbre is, viszont a történetet, a történet hangulatát egy nagyon, hát hogy is mondjam, jó helyszínre választottak, tehát egy ilyen börtönbolygót választottak, és megint csak Ripley a főszereplő, vagy Sigourney Weaver. Most így beszélek, mert így nagyon nem történik semmi, így igyekszem megtalálni az utat is, hogy mit kell csinálni. És inkább itt közlekedem alól, mint hogy felül, hogy érted, elkapjon az Alien, annyi biztos. És egy ilyen börtönbolygó választás, ott van Sigourney Weaver egyedül, mint nő férfiak közel, szóval elég komoly a téma. Szóval egy jó kitalált történet. A negyedik rész, azt mondom, hogy az a legelkúrtabb egyben, de végül lezárja. Valamilyen szinten lezárja a történetet, és amiatt érdemes megnézni. Egyben a leglátványosabb is. Aha, ott egy mentési pont. Na, itt
van a kis köcsög. Hát itt nem tudom felállni. És meg kell várni, hogy elmenjen a közösség. De nem tudom felállni. Jó. Valahogy másképp kell bejutnom. Azt hiszem, hogy ez a labor, ahol nem kéne jutnom. De nem tudok bejutni. Mert restore power van. Tehát itt be tudnék jutni, de nem tudok bejutni. Mert restore power van, és ez meg itt mászkál. Így nem para, hogy így volt a szellőző járatokban. Én csak ugye tök jó érzés, hogy safe, biztonságban. Az előre beszkriptelt eseményeket végig kell várni sajnos, tehát le fog jönni, végig fog menni, ezt eljátsz egy párszor. Na menjél már el az anyádba innen! Meg kell keressem az utat, hogy hogy tudnék bejutni oda abba, ebbe a helyiségbe, mert egyszerűen a kurvára nem tudom. Úgyhogy elindulok, hogy körbejárjam a dolgokat, hogy mi a franc van. Hát valószínűleg ide be kéne jutnom, vagy a másikba valamelyikbe, de be kéne jutnom ide, hogy valamit csináljak, tehát ez biztos. Ott tartottam egyébként, hogy a negyedik rész az lezárja a sztorét, kicsit megérteti a harmadik részt, és egyben itt már azért számítógépes effektekkel vannak az ilyenek már csinálva. A kurva, a rohadt életbe, az Isten, nem káromkodott. Pazd meg! Mit neked él ilyen? A tetves androidok jobban megijesztenek. Jó van, restore power, majdnem biztos ezzel kell csinálni valamit, úgy világít, hogy biztos, hogy kell csinálni vele valamit, hát azzal a számítógéppel is kell csinálni valamit, az is úgy világít, mint hogyha még nem világított volna életében. Muszáj volt egy kicsit lejönnöm, jó srácok? Jobban nézem magam itt. Szóval a negyedik rész kicsit lezárja a sztorit, és megérteti a harmadik rész eseményeit. És hogyha ezeken túl vagy, akkor érdemes a Prometheust megnézni, és választ kapsz az első részben felelhető hajóra, és a benne lévő tojásokra. Tehát origin történet, eredet történetet fogsz tudni egy kicsit az Alienről. És nagyon, nagyon frankó a sztori egyébként a Prometheusnál. És mindenki érdemes egy Blu-ray-ben megnézni. Remélem lesz egy másik film része a Prometheusnak, bár elég érdekes lenne, ha lenne egy másik rész, mert ugye úgy ért véget a Prometheus, hogy aki nem látta, spoiler alert, fogjátok be a fületeket, szóval úgy ért véget a Prometheus, hogy a nőci beszállt egy ilyen űrhajóba, és elindult, hogy megkeresse ezeket a UFO-kat, amiket a Prometheusban láthatatok. Mert hogy ők alkottak minket, de kik alkották őket című történet. Most már kezdem egy kicsit unni ezt a keresgélést, úgyhogy meg fogom vágni itt valahol. A sztorit itt kikapcsolom, és jöhet az új. Na, megtaláltam, most megmutatom nektek is, erre kell jönni. Tehát ott, ahol kikapcsoltam a rögzítésségén, 2 másodperc után megtaláltam az utat, úgyhogy ide kellett jönni. És ja, látjátok? Oda.
És voilà. Meg vagyunk a Restore the Power into the Lab című történet. That's it. I can see a power spike. Oh, a mentés az kell. Now, reconnect the lab systems to Sebastopol from the console in the central lab. We're counting on your replay. Hazardous material leak detected. Ne aggódjatok, itt nem izé volt, itt ugyanannak folytatódik a sztori, csak... Egészségemre. Megint keresem az utam, néha keresem a... Na. Jó felé megyek, legalábbis a radar azt mutatja, hogy jó felé megyek. Hát itt sajnálatos módon kutyba kell mászkálni, mert azonnal megtalál az a kis pöcsfej. Körbe kell nézni, srác, körbe kell nézni. Mielőtt elindítunk egy esemény sorozatot, az előtt körbe kell nézni. Van-e valami, fel tudunk köszönni valami? Várjátok? Jó, oké. Most nagy a para. Mert most nagy a para. Mi az, hogy I'm sorry, Ripley? Na, akkor jó, akkor mentünk. Most parázok rendesen, jó? Amikor így sziszeg, azt jelenti, hogy észre lehet. Ennyi is el agyádba. Hát ez kurva jó. Hát ez nagyon epik volt. Most már értem, én mondtam, hogy I'm sorry. Oh,
kurva anyukat. Jó van, hát de legalább megszabadultak az Alientől, meg tőlem is. Az is valami. Nem is tudom, hogy hova kell menni, azt hiszem. Csak meg kell találjam. Rezervak, jaja, akkor tudom, hogy hova kell menni. Emlékeztek, mondtam, hogy kell még valamit ezzel a valamivel csinálni, mert úgy félik, hogy kell valamit csinálni vele, de itt van ez a tető. Itt most direkt ilyen a játék, szóval ki kell várni, míg az alien elvégzi a dolgát, elmegy, kimész, elintézed, amit el kell intézni, remélem nem lesz nehéz. Aztán visszabújsz, megvárom, még elintézni dolgát, és kimérsz a pályáról. Ősi játék klisé szabály. De megvan a hangulata. Eddig kb. Olyan érzetem van a sztorival, mint hogyha a filmet játszanám ki az első rész, csak egy kicsit másképp, bővebben. Jobban elmondva. És beleélve, mint hogy... Oké. Okay. Nem? Még mindig nem. Még mindig nem. Még mindig tart neki a scriptje. Még mindig végig kell nézzem minden. Várunk, srácok, nem tudok különösebb dolgot mondani. Lehet most kellene meséljek a első és másik harmadik részekről a filmek. Na, megpróbáljuk. Jó, most visszamegyek. Itt most higgadtnak kell maradnom, mert ha kiugrom, tudni, elkarszol. Mert végig fogom várni. Ez durva! Az a kurva, ez nagyon epik. Thank you.
Hát ez kurva jó jelenet volt. És nagyon boldog vagyok, hogy megszabadultunk most már az Alien-től őszintén. De hogyha még tovább tart a játék, ez akkor, érted? Tehát biztos, hogy tovább tart, mert most megmenekültem, azok meg engem meg akartak ölni, és ez a marshal vagy mi akkor, és ez a sheriff véleség. Engem meg akart ölni, és most gondolom, hogy őt is le kell számolni. Vagy nem tudom. Hello? Ez Hello? kurva jó volt, ez nagyon tetszett, ez jó volt. De most már legalább nem félek mászkálni az állomáson. You blew the lab into space. I had no choice. No choice at all. You saw that thing, you saw what it could do. I had to get it off the station. By any means necessary. Yeah. Use me as bait. I mean to die. And it goddamn worked, Ripley. It goddamn worked. I got that thing. Jettisoned it into the gas giant. The station's safe. There's that. And there's the fact that you're a heartless bastard. I'm heading back to the Bureau. We can discuss your methods there. Ripley out. Dühös vagyok. Dühös vagyok, tehát valószínűleg ebből leszámolás lesz. Az az ember, aki eddig egy fegyvergolyót nem lőtt el, dühös lett. Na jó, hát ellőttem, csak hát értitek, a békés természetű Ripley. De legalább már nem para, értitek? Tehát sötét van meg minden, de nem para. Hát igyekszem megtalálni az utat, jó srácom? Meg megint az van, ott amerre mennem kéne, ott arra nem lehet menni. Hóhó! Szia cica! Oda, de na ideje volt már azért, hogy legyen valami. Ja jó, oké. Aha, kurva jól lesz ez a shotgun. Jó van. Nagyon epic, nagyon jó, oké. Na csak én tartom magam előtt, hogy jobban nézzen ki lehet. Hoppált a hullákon, ha-ha! Annyira nyugodt vagyok, szóval tudom, hogy nem jön alien bazd meg, aki szembe néz velem és nem parázott velem. Fuck yeah, bitch! Right in the face! Oh, hát ott az így lehet, hát így könnyű bazd meg. Az így, hát így jó. Hát így szeretnék, csak az a baj, hogy itt nagyon fogy a golyó, szóval. Jó lenne, ha nem fogyna ennyire a golyó, de amúgy itt kassza. Hát én fogom, fejbe küldöm a androidokat, bárki, aki velem szembe jössz, fejbe küldöm, azt boldog vagyok. Mehetek haza végre. De annyira jó érzés, tehát azért, hogy most itt túl vagyok ezeken az alienes részeken, és amennyit killultam, hogy elbújjak előle, Az a kurva jó érzés, hogy... No thanks to Waits. He's a ruthless son of a bitch, always has been. Stubborn too. If he'd ever listened to me, things would never have gone this far. It's done now. I'm sorry for fucking up with the lockdown area. Forget it. You got me out in the end. I'll see you back at the Bureau. This is it! Last chance to back off! Jó van. Na most arra kell menni, de megint nem tudom, hogy merre kell menni. De erre kurvára nem kell menni. Itt kell csinálni valamit. Mert valamit kihagyom. Nem
Most meg arra mutat, most nem értem. Dollag. Hát jó, akkor körbenézek, hát hogyha... kihagytam valamit, vagy nem tudom, valami, akivel ki tudom nyitni az ajtókat. Na most úgy tűnik, mintha még nagyobb lenne a karanténzóna, mint ami. Pedig most a tetőre nincs alien rajta. De rájöttem, az androidok tőlem félnek. Aha, és kurvára arra kell menni, jó. Most ha ezek után kíváncsi vagyok, hogy hova fogják tudni húzni a történetet. Jó, most srácok, ha nagyon nem találom az utat, akkor megint az lesz, tehát kikapcsoljuk a felvételt, azt folytatjuk onnan, és akkor megmutatom nektek, hogy mi van. Most kurvára nem találom megint az utat. De tudni megint ilyen pofon egyszerű valami lesz, bazd meg. És... most ott van az óra mellett, csak nem látom. Elveszett kincsek posztogatói. Na jó van, akkor figyeljetek, kikapcsolom a rögzítést, és találkozunk itt. Megvan. Ugyanott vagyunk, és aki emlékszik erre a kis, ott a rácsos ajtó, ahol lőttek rám, ott volt ez a robot. És odamész, bekapcsolod, és ide jön ehhez, ahol én utoljára ott hagytam a felvételt a bajtam. És átmegy rajta, és te mész vele, és így jutsz át. Szóval, ja. Egyébként ugye elárulom nektek, ilyen 30 másodperc alatt megtaláltam, miután kikapcsoltam a felvételt, csak mivel helyből be is kapcsoltam a robotot, nem tudtam, hogy mit csinál, hogy ide jön meg ilyenek, így aztán meglepődtem, amikor erre kell tovább menni, és akkor gyorsan befelvétel, és éve itt vagyok. Szóval az van, tehát ott, ahol az ajtóban lőttek rám azok a tagok, ott van ez a kis takarító robot, bekapcsolod, ide jön, és utána követed. Miért csinálok EMP Mind? Mert most már nincsen alien az állomáson, de vannak androidok és az EMP, mint olyan elektromos dolgokat kiiktatja. Úgyhogy EMP-ket fogunk gyártani, amint tudunk. Egy ilyet is gyártunk mindent. Ha túl sok már az anyag nálam, akkor legyártam a dolgokat, hogy jusson, tudod. Az emberek ellen, tehát most már valószínűleg emberek, meg androidok ellen küzdünk, úgyhogy... jó van. Oké, helyben vagyunk. Something's been up with the damn androids since I got here. No, this is new. They've left their posts. I just saw some of them in a public area. That's not normal. Great. Watch your back. Okay, az történt, hogy az androidok elhagyták a helyüket. Hát most már nem csak a Sixon Communication-ben mozgolódnak, ahol eddig mozgoltak, hanem most már mindenhol ott vannak, szóval... Nem hagyja a játék abba, hogy úgy mondjam, az izgalmuk fokozását, de hát így az alien után jöhet bármi. Elbánunk akármivel.
Úgyhogy androidoktól speckó nem félek. Attól félek, hogy kifogyok a lőzerből és bujkálnom kell megint. Úgyhogy tehát eddig nem para. Elő az EMP-t, aztán meglátjuk. Jöp. Mentés. És a mentés után folytatjuk, srácok. Jó, hogy bejöttem, mert egyébként nem erre kell jönni, de jó, hogy itt van ez, akkor megláttam, úgyhogy visszamentés után.